Szótlanul hallgatta a bíróság végzését a kazanyi iskolai vérengzéssel gyanúsított Ilnaz Gajaviev. A döntés szerint a 19 éves fiatalembert 2 hónapra előzetes letartóztatásba helyezték, mert tettéért akár életfogytiglani szabadságvesztést is kaphat. Gajavievet gyanúsítják azzal, hogy Tatárföld fővárosában, Kazanyban lelőtt 7 gyereket és 2 felnőttet. Az egyik áldozatot, Elvira Ignatjevát a muszlim hagyományoknak megfelelően már eltemették. Ignatjev a saját testével védte diákjait, amikor a halálos lövés érte. Gajaviev kihallgatásán nem tagadta a gyanúsítást, mely szerint törvényesen vásárolt fegyverével betört egykori általános iskolájába, és ott lövöldözni kezdett. Tatárföld helyettes főügyésze, Alexej Zajka azt mondta, legelőször a fiatalember mentális egészségét fogják megvizsgálni, ez legalább 2 hónapig vagy annál is tovább tarthat. Bírósági pere csak ezután kezdődik majd. Az iskola előtt hosszú sorban álltak a gyászolók, akik virágot hoztak az elhunytak emlékére. A támadás után a Kreml szóvivője közölte. Módosítják az országban a fegyverviselési szabályokat.